Vloggerkednél, de nincs Az megvan, hogy a Digital Worldnél nem csak gyönyörű esküvői fotókat és videókat, de céges promók és rendezvények vagy menő ingatlanok kisfilmjeit is elkészítik neked. Korrekt minőség, remek áron, kényelmesen. A műsort támogatta a kocsiguru.hu. Az Egy Kanapé mai adásából. És szerintem sokakban ez még talán ma is így van, hogy Vona Gábor eljátszotta ezt az egészet. És akkor egy picit a saját felelősségemet is éreztem, hogy pontosan mit is vezetek el. Vagy egy pártnak az elnök, ami egyébként robog fölfelé, és nem érzed magad már jól benne. Kiderült, hogy szélsőjobbos vezérként nem szurkolhatsz ám akárkinek egy tehetségkutatóban. Az a Vona Gábor, a régi Vona Gábor, az például Karamelnek szurkolt, meg Gáspár Lacinak. Nyilván nem ezzel kezdtem a Jobbik nagy gyűlésén a beszédeimet, hogy köszöntelek benneteket, barátaim, nem tudom, láttátok-e Karamelnek az új videóját, tehát hogy nem volt az az állapot, hogy én ezt fölvállaljam. És persze nem maradhattak el a kínos kérdések sem. Volt olyan, hogy hazamentetek, és azt mondta, hogy ez kiveri a biztosítékot, én nem ehhez az emberhez mentem hozzá. Vettél-e részt melegorgiákon? Létesítettél-e kapcsolatot férfiakkal? Vannak-e travi szeretőid esetleg? Ha kíváncsi vagy, hogy milyen válaszokat adottam a már vloggerként is tevékenykedő ex-pártelnök, mit kaptam tőle ajándékba, mit dolgozik és miből él jelenleg, vagy hogy tervez-e visszamenni a parlamentbe, akkor mindenképpen tarts velünk. Egy kanapén Vona Gáborral. Nekünk fontos a visszajelzés. Ha tetszett, amit láttál, kérlek iratkozzál fel és kedveld a videót. Madácsi Csergő, szép jó napot kívánok valamennyiőtöknek. Hát a mai vendégem sokak számára nagy meglepetés lesz, ugyanis biztos vagyok benne, hogy évekkel ezelőtt ő nem ült volna ezen a kanapén, nem biztos, hogy az ő döntéséből, de az biztos, hogy nem ilyen hangvételbe beszélgettünk volna. Tulajdonképpen nem túlzás azt állítani, hogy ő simán lehetett volna miniszterelnök, de sokkal jobban járt, mert most itt ülhet a kanapémon. Mai vendégem Vona Gábor. Hello! Hello, szia! Szia. Köszönöm a meghívást, egyébként nagyon jól mondtad. Ha meghívtál volna, hány évet mondtál? 2-3-at? Hát, én eljöttem volna valószínűleg, de nem biztos, hogy te hívtál volna. Igen. Igen. Itt vagyok most, úgyhogy nem. Hát illetve hívtalak volna, csak nem tudom. Hát biztos, hogy nem így beszélgettünk volna. Figyelj, én őszinte leszek hozzád, hogy azért Duró Dóra és Vona Gábor páros mindig nagyon a bögyönben volt. És pont mi ketten, tehát hogy más nem, mi ketten voltunk így számodra célkeresztben? Valamiért, figyelj, Dórika rendszeresen mondott olyan dolgokat, amitől a haja mégnek állt, te meg megtestesítetted ezt az egész eszmét, amit én nem szerettem. A Jobbik brandnek a reklámarc az tulajdonképpen te voltál, és nyilván ez nem véletlen. Na de hogy jut el valaki, történelemtanár vagy eredetileg, te történész vagy, ugye eredetileg te is, hogy lesz történészből valaki politikus? Tudom, hogy nem olyan hosszú az út, de mégis. Nagyon egyszerűen a történelem szak az mindig olyan közeg, ahol a politika ott van egy karnyújtásnyira. Tehát, hogy a mi beszélgetéseinknek egyetemistaként a büfében, vagy a szabadidőnkben, vagy a nyári táborokban azért nagyobb részt a politika volt a témája. Sokkal inkább, mint a történelem. Tehát, hogy történelem az nem volt annyira izgalmas történészként sem, mint a politika. És talán nem hiszi már ezt rólam el senki, de hogy engem a politika nem érdekelt az egyetemi éveimig. Tehát, hogy a történelem nagyon érdekelt, és a szüleim mondták is otthon, hogy nézd már meg egy híradót, hát történész leszel, és nem tudod, hogy mi történik a világban. A szüleim próbáltak el, és engem nem érdekelt. Valahogy a politika olyan távolinak tűnt, nagyjából az volt a véleményem, mint hogy az átlagnak a politikáról, hogy ez egy ilyen mocskos játék. Aztán amikor az egyetemre kerültem, nyilván nem akarom hosszúra nyújtani, akkor amikor az első ilyen ifjúságpolitikai összejövetelen ott voltam, akkor így azt éreztem, hogy ó, basszus, ez engem úgy feltölt, meg ezt akarom csinálni, tehát hogy láttam magamat politikusként azonnal. Tehát így ilyen, nem azt mondom, hogy szerelem első látásom, ezt inkább a feleségemmel kapcsolatban mondanám, de hogy valami hasonlót éreztem, hogy fú, ez most nekem nagyon tetszik. És aztán villámrajtot is vettem, tehát már egyetemistaként ott voltam a Jobbiknak, ami ugye egy egyetemi szervezetként alakult, ezt talán kevesen tudják. Ott voltam az alapítói között, meg a vezetői között, aztán 2002 után már ott voltam Orbán Viktor polgári körében, ugye, ahonnan 2003-ban kiléptem egyedüliként, mert hogy megalakult a Jobbik, mint politikai párt. Úgyhogy így kerültem aztán a nagy politikába. Hoztál nekem egy könyvet, és mondtam, hogy ezt majd így élesbe adjuk át. Meg se néztem, de azt láttam, hogy egy nagyon csinos kis csajszi van az elején. Igen, a feleségem van rajta, és hát ezt a könyvet arról a 20 évről írta, amit együtt töltöttünk, és amit én politikával töltöttem. Azon amellett, hogy ugye párom volt, illetve hogy pár lettünk az egyetemen. De még mindig a párod? Meg mindig a párom, mindig a feleségem, igen. És hát nagyon kíváncsi is majd erre az adásra. Úgyhogy dedikálta is neked ezt a kis könyvet, át is adom, nem akarom magamnál tartani ilyen sokáig. Igen, nagyon, tényleg nagyon kis csini. És hát ugye az ő szemszögéből írta meg azt az időszakot, amit én a politikába töltöttem, és nyilván sokan azt gondolják, hogy biztos azért írta, hogy engem mosdasson, vagy szebbé tegyen, vagy jobbá tegyen az emberek szemébe. Nem ezzel a szándékkal írta, és nem is tudtam volna őt rávenni arra, hogy ilyen szándékkal írja. Tehát annyira autonóm személyiség, hogy nehéz lenne ott bárkinek cenzúrázni. De tűnhet úgy a könyvből amúgy? Nem, szerintem nem. Hát ott azért vannak benne olyan dolgok, amik ami akár magánéleti válságunk, vagy olyan jellegű politikai megnyilvánulások, amit ő leírt, hogy mennyire nem értett velem egyet bizonyos dolgokban. Volt olyan, hogy hazamentetek, és azt mondta, hogy figyelj Gábor, ez amit nem tudom, taktaharkányban mondtál, ez kiveri a biztosítékot. Én nem ehhez az emberhez mentem hozzá. Ilyen nem volt, mert nyilván ismert, és azért azt én magamat egy picit hagymosdassam, tehát hogy... Csak nyugodtan. Jó. Szóval mondtad, hogy Dúró Dóra és én voltunk azok, akik megtestesítettük számodra azt, ami nagyon ellenszenves volt, és én vállalom mindazt, amit tettem. Tehát bármit is tettem, vagy bármit is mondtam, én akkor abban az adott pillanatban hittem. Azért én akkor sem ettem embert. Tehát hogyha mondjuk leültünk volna akkor beszélgetni, akkor meglepődtél volna szerintem. Sok minden rád rakódik a média keresztüzében, ami nem biztos, hogy igaz, vagy nem biztos, hogy úgy van teljesen. És nem mindig van időd arra, hogy ezt árnyald, de mindegy, én most a mosdatást befejeztük, tehát én vállalom azt, ami történt, és a feleségem egyszer sem mondta azt, hogy akkor ő nem ehhez az emberhez ment. Inkább azt mondta, hogy azért izgalmas a mi házasunk, mert én két évente egy új férje van. Mert annyira ilyen nomád vagyok, egy ilyen szellemi nomád, hogy én mindig... Félem, Orbán előtte a skizofrénos dolgot, úgyhogy nehogy most... Nem. Ő már mondta, hogy van egy kis skizofrén hajlama, ugye? Nem, én egyszerűen állandóan keresek, állandóan kutatok. Ezért is mondtam, hogy ilyen szellemi nomádnak tartom magam. Tehát, hogy nem tudok, tehát hogyha én azt érzem, hogy ugyanaz vagyok, aki voltam, akkor én úgy érzem, hogy akkor nem fejlődtem semmit. Akkor nem tanultam semmit, és engem mindig elborzaszt, amikor valakik arra büszkék, hogy ők ugyanazt gondolják, mint amit 10 éve. Mert akkor azt üzenem nekik, hogy 10 évig nem fejlődtetek semmit. Tehát 10 évet kidobtatok az életetekből, vagy 10 éven keresztül azt hittétek, hogy mindent tudtok, ami pedig egy óriási tévedés. Úgyhogy én mindig mozgásban vagyok, ha 2 év múlva hívsz, valószínűleg megint sok mindenben más lesz a véleményem, de én erre büszke vagyok. Hát figyelj, lehet, nem tudom, hogy ilyen narancssárga krisnás tógába ülnél itt a 2 év múlva. Ne zárjuk ki. A narancsárgánál megijedtem, tehát hogy azt hittem, hogy nem a krisnákra, hanem valami fideszes, nem tudom, nerlovagként látsz engem 2 év múlva. Hát, csak nem. Nem, de figyelj, azért jó, tehát azt mondom, hogy jó, amikor a vega eszik halat, akkor azt mondom, hogy az még egy olyan változás lehet az életébe, na de amikor tudod, egy vegából ilyen nagyon komoly húsevő lesz, és... Steakhouse-nit. Igen, tehát azért, és én azt gondolom, hogy veled 2018-ban inkább az történt. És ugye ez is bizonyos értelemben azt mutatja, hogy mennyire nehéz átvinni dolgokat. Az én úgymond fordulatom, vagy megváltozásom a politikám, az 2013-ra datálódik, onnantól kezdődik ez egész az életemben. És ennek egyébként a nagy szerepe van az egyik barátomnak a politikai tragédiájával, vagy problémájával, Szegedi Csanádról van szó, nem tudom, hogy... Az hatalmas volt. Bocsánat, ha valaki nem tudná a történetet, tehát hogy van egy adott párt, a Jobbik, egy nagyon durva szélsőjobbos párt, akinek folyamatosan, ha nem is feltétlenül nektek, mindenféle antiszemita kijelentések hangoztak, és kötötték is hozzá egyébként ezt az eszmét, majd kiderült az egyik vezető politikusról, hogy zsidó. Imádtam a sztorit, figyelj, ennél nagyobb, nagyobb kabaré nincs. És film is készült belőle egyébként az Egyesült Államokban. Igen, tehát egy tényleg nagy történet, de hogy nekem ez azért nem volt annyira vicces, mert hogy nekem az egyik legjobb barátom volt, üzlettársam, barátom, családi, együtt gyerekek együtt játszanak, együtt vagyunk nyáron, tehát hogy nagyon közeli kapcsolatban voltunk, és hát megrázó volt az egész, hogy mennyire nem tudtuk kezelni, és abban a mi kis történetünkben benne volt egész Magyarország, és ez engem nagyon sok gondolkodásra ösztönzött, meg inspirált, és onnantól datálódik, és az, amire átmegy ez az egész társadalmon, nagyon messziről indultam, tehát tényleg a vega, hogy építsen steakhouse, tehát az út, ebben teljesen igazad van, de nem 18-ba kezdtem el a steakhouse-t építeni, csak akkor tettem ki a táblát számodra, vagy sokak számára. Nem vágtad a szalagot. Igen, tehát hogy ez hosszú-hosszú évek munkája volt, és szerintem sokakban ez még talán ma is így van, hogy Vona Gábor eljátszotta ezt az egészet. Tehát, hogy én biztos elkezdtem számolgatni, mert megnéztem a kutatási arányokat, és úgy éreztem, hogy itt most már nem a szélső jobb oldal, tehát nem vegán étteremmel lehet sok pénzt szerezni, nem is steakhouse-zal lehet. És akkor biztos én átmentem és átgondoltam. Nyilván ha valaki ebbe hisz, nem tudok mit csinálni. Az utóbbi 30 évben azért ez elég egyedi, és nagyon sokaknál kivett a biztosítékot, és amit Csanádról mondtam, hogy kabaré, az olyan szempontból nyilván, hogy az ő története az egyébként egy nagyon boldog történet a vége, hogy ő aztán felvette a vallást, és egyébként, de hogy azért ez tényleg, tehát belegondolunk abba, hogy ott a Jobbik, aki masírozik a gárdával, majd utána kiderül, hogy az egy... Ráadásul Csanád volt úgymond az újságokban, ő volt a párt ökle, tehát ő volt a legvehemensebb, legkeményebb karakter. Hogy milyen fura, hogy a ti történetetekben is az van, hogy egy hozzád nagyon közel álló személyről derült ki az, hogy ő zsidó, és kicsit úgy érzem, amikor erről beszélek, mint hogyha arról beszélnék, hogy nem tudom, mintha valami rossz lenne a zsidóság, de na mindegy. Szóval hát, abban a közegben ugye ez egy furcsa dolog volt, és ebben az egészben az volt tragédia, és az rázott meg engem, mert ugye ez engem egyébként nem rázott meg. Tehát, hogy Csanád kiderült, és én kiálltam, tartottam egy sajtótájékoztatót, és mondtam, hogy oké, semmi gond, hát ki mit tesz le ennek az országnak az asztalára, mi azt nézzük, hogy kinek ki volt a nagyapja, nem érdekel. Ez volt az én véleményem. De nem ez volt a közegünknek a vélemény, és ez engem megdöbbentett, hogy csak akkor egy picit a saját felelősségemet is éreztem, hogy pontosan mit is vezetek én, tudod? Tehát, hogy így az ugyanúgy elkezdtem így lamentálni, és akkor egy olyan helyzetbe kerülsz, ez számomra most már nyilván könnyebb beszélni róla, de akkor nagyon drámai dolog volt, hogy vagy egy pártnak az elnök, ami egyébként robog fölfelé, és nem érzed magad már jól benne. És ez lehet, hogy picit nagyképűen hangzik, de megpróbáltam a saját változásomat rá, nem azt mondom, hogy ráerőszakolni, mert az erős szó, de hogy rábeszélni, vagy magammal hozni a pártomat ebbe a változásba. Tehát most mi ebben a nagyképűség? A néppártosodás, az először az én néppártosodásom volt, személyesen. És aztán, amikor ebben a helyzetben találtam magam, akkor döntenem kellett, hogy mit kezdjek ezzel a helyzettel, és én úgy döntöttem, hogy megpróbálom a pártomat néppártosítani, ami részben sikerül csak. Te mit akartál a Jobbikkal üzenni, vagy te mit akartál a Jobbikkal megváltoztatni? Vagy hogy miért érezted úgy, hogy szükség van egy Jobbikra? Hát ugye ez azért nehéz kérdés, mert a Jobbikot nem mi hoztam létre, tehát ahogy ez egy egyetemi szerveződésként nőtt ki, és picit, hogy szerintem érthető legyen, ugye a rendszerváltás után kiemelkedett a jobb oldalon a Fidesz, a bal oldalon pedig az MSZP. És szerintem 2010-ben megnyílt egy pillanatra a csillagkapu, és be lehetett lépni új politikai erőknek. És szerintem a Jobbik az egy új jobboldali párt lehetett volna, vagy lehetne, vagy majd lehet, nem tudom. Az LMP pedig lehetett volna a baloldalnak egy megújulása. Oké, most, hát akkor Fidesz és lejárt az idő, 20 évetek volt bizonyítani, most mi jövünk. Nem így lett, nem így alakul, de ugye ez volt a szándékunk, és a LMP például számomra mindig is egy szimpatikus párt volt, és Schiffer András is nagyon szerettem. Visszatérve a kérésedre, szerintem ugyanaz volt a célom, mint neki, hogy kilépni a 20. századból. 2018, megvoltak a választások, egy rozé fröccsel hát szomorkodtam a Deák Ferenc téren a Momentum standja előtt, hogy igaz, labdába se rúgtunk. Hát te meg szépen dobbantottál ugye a Jobbiktól, és hát sokan azt mondják, hogy elhagytad a süllyedő hajót, ugye, amit egy kapitánynak utoljára kellene elhagynia. Te ezt hogy érzed, így történt? Hát aki így akarja hinni, az így látja, de hát ez nem egy süllyedő hajó volt. A Jobbik történetében először a legerősebb ellenzéki pártá vált Magyarország második politikai erejévé, az én vezetésemmel. És én azt mondtam, hogy mivel megígértem, ha nem nyerjük meg a választást, ezt megígértem 2016-ban már, akkor én le fogok mondani, mert úgy éreztem, hogy nem fogom már tudni ezt tovább csinálni akkor. Nem tudok hiteles lenni benne. Én tartottam a szavamat. És mind a mai napig kérdezik sokan, hogy nem hiányzik, hát annyi év után, hogy ott lenni, és egyáltalán nem. Tehát most elképzelem magamat, hogy felállok a parlamentbe, és 4.567.248-at szorra is elmondom, hogy Mészáros Lőrinc korrupt, és Orbán Viktor meg szemét, és akkor mi van? Tehát ezt én csináltam 2 cikluson keresztül, én azt gondolom, hogy nem is rosszul, és annak örülnének jobban ezek az emberek, hogy ott ülnék a parlamentbe, fölvenném a 1,5 millió forintos fizetésemet, és akkor mivel lenne más? Mit tudnék tenni? Vannak olyanok, akik jobb szándékkal mondják, hogy Gábor, miért mentél el, mert olyan jó voltál is, hogy esetleg te biztos tudnál valamit, nem tudnék semmit. Látsz még arra esélyt szerinted? Tehát, tehát most elindítottál egy vlogot, ugye? Tehát vlogolsz, elkezdtél vlogolni. Megtaláljátok egyébként a leírásba a Gábornak a csatornáját, tessék ránézni. Föl is lehet iratkozni, mint ahogy én is feliratkoztam ott a csatornádra. Én is feliratkozva, vagy nem vagyok feliratkozva? Nem ellenőriztem, mert nem... Egyébként lehet, hogy nem iratkoztam fel, és azért nem iratkoztam fel, hogyha látják, hogy kikre vagyok feliratkozva, ne lássák, hogy Vonagáborra feliratkoztam, hogy ne tudják, hogy jössz hozzá. Jó, de az adás után figyelni fogom majd. Jó, rendben. Tehát abban, hogy elkezdél vlogolni, volt ilyen gondolat, hogy most akkor szimpatizánsokat, szavazókat kezdesz el előre is gyűjteni? Hát mivel nem tervezek politikai visszatérést, így nem volt ilyen jellegű gondolat. Hogyha a kérdést úgy teszed föl, hogy kizárom-e, teljes mértékben kizárom, hogy valaha visszatérek a politikába, akkor azt nem zárom ki. Amit csinálok, az, hogy azok között a fiatalok között, akik kíváncsiak rám, ez nyilván a fiataloknak egy kis szelete. Főképpen egyetemista, főiskolás fiatalok, akik közélettel akarnak foglalkozni, akik érdeklődnek irántam, ő hozzájuk elmegyek. Meghívnak nagyon sok ilyen szakkörbe, meg szakkollégiumba, de olyanra is van példa, rám szoktak írni, hogy szeretne velem kávézni. És akkor visszaírom neki, hogy oké, de hívd össze 5 haverodat. Tehát, hogy lássam azt, hogy aki velem kávézni akar, hogy ő mennyire aktív személyiség, és akkor van, aki ezt megteszi, szavamon fognak, és utána meglepődnek, mert tényleg elmegyek. Ugye a politikában sajnos ott tényleg a törzsi logika működik, és ugye az életem nagy része az abból állt, hogy vagy a sajátjaimnak hízlaltam a máját, vagy az ellenfeleimnek haraptam a torkát. Most ebben olyan sok intellektuális kihívás azért nincs, ezt azért valljuk be. Igazából engem a parlamentben pont az szórakoztat, én ritkán nézem ezeket a dolgokat, de a parlamentben pont az szórakoztat, mint amikor a Jakab Peti, ő egy nagyon jó kis faszi egyébként, föláll és akkor jó beolvas valakinek, és akkor utána a másik válaszol rá, de igazából persze, tehát ez engem csak egy ilyen Mónika show, tudod, ami hát ez a parlamentben, de hogy én azért bevallottan trash rajongó vagyok. Hát, de hát van annyi trash, most még kell a parlamentet is trash-é tenni. Tehát engem, amit közben mondtad, ezt én megértem, meg én is emlékszem, hogy mindig akkor kaptam a legtöbb pozitív visszajelzést, meg kommentet, meg gratulációt, amikor az Orbánnak valamit beolvastam. De önmagában nem ez kellene, hogy legyen a parlamentnek a szintere. Tehát annyi sok trash van, meg annyi sok balhé a világban, amit meg tudunk nézni, hogyha szerettünk ilyen tartalmakat fogyasztani, hogy nem biztos, hogy a politikát is ezzé kell tenni, és ez engem bánt, mert hogy rettenetesen kiszámíthatóvá teszi a politikát. Tehát előről, hátulról, mindenhonnan tudtam, hogy ki mit fog mondani. De el nem tudom képzelni azt, hogy egy ilyen szituációban mondjuk Orbán Viktor föláll, vagy bárki XY, tehát akár fordító is, és azt mondja, hogy igaza van. Hát fél kétharmad miatt szerintem a Fidesznél azért van egy olyan gőgösség, hogy... De miért? Hogy... Pont a kétharmad miatt nem kéne, nem? Hát megvan azonnal az az erő, hogy már nyugodtan lesz nagyvonalú. Nem tudom. Én nem azt mondtam, hogy vegyük el a szórakoztató elemet a parlamentből, legyen ott csipkelődés, legyen ott beszólás, legyen ott stb. Csak legyen mögötte tartalom. Tehát engem ez borzaszt el benne, hogy az egésznek semmi értelme. Én úgy éreztem, hogy valami hasznosabbat szeretnék csinálni annál, mint amit ott tudnék. És akkor most mit dolgozol? Miből élsz? Mi az, ami... Mert hát azért nyilván politikusként, mint te is említetted, meg hát azért tudjuk, és egész jó summákat össze lehet szedni, akkor gondolom nem úgy léptél, hogy nem volt B-terved, vagy hogy nem volt biztosítva a megélhetésed neked és a családodnak. Hát pedig majd, hogy nem. Tehát, hogy ilyen értelemben kicsit felelőtlen is volt a döntésem, de hát nem hiszek magamban. Tehát tudom azt, hogy az életben talpra tudok állni, akár mi is történjek, vagy legalábbis bízom benne, meg bízom a Jóistenbe is, hogy segít, hogyha megérdemlem. Úgyhogy most létrehoztam egy céget, ez a cég működteti a blogomat, nem nőttünk nagyjá, tehát egy kis mikrovállalkozás vagyunk, 2 munkatársnőm van, akik segítenek nekem. És hát ez a cég sok minden mással is foglalkozik, workshopokat is tartok, rendezvényeket szervezünk, ahol ilyen belépőjegyes rendezvények, tehát úgymond profitorientált rendezvények, de nem kell ilyen nagyon nagy dologra gondolni. Tehát nem Szabó Péteresen. Hát nem. Pedig milyen jó lenne? Pedig milyen nagyon jó lenne. Vádoltak is ezzel, amikor így workshopot tartottam, meg ilyen rendezvényeket szerveztem, hogy akkor Vonagábor is most Szabó Péteresedik el, hát aki akkor kevesen... Na mindegy, nem akarom segény Szabó Pétert bántani, mert megfogadtam, hogy nem bántok már úgy igazából senkit. Az Origo azt mondta, hogy érdektelen és álmosít a vlogolásod, viszont az Origo nem csak ezt, hanem rengeteg más mindent is írt rólad. Van is egy olyan videód, ahol fölhívsz ex, illetve még mindig praktizáló újság. Na hogy van ez? Hogy állsz egyébként úgy az újságírókkal, és ezek egészen most mi a helyzet? Hát az Origóval kapcsolatban azért azt el kell mondjam, meg úgy általában a sajtóval kapcsolatban, hogy, és ez még visszautal arra a témára, hogy miből is élek, hogy még mindig nyerek pereket. Az ügyvédem azt mondta, hogy valamikor 2017 őszén járunk most. Tehát még így az igazi zaftos kampány rész még előttünk van, attól, hogy ne tervezzek azért erre hosszú távú életpályát, de hogy még egy darabig azért számoljak azzal, hogy ez bevételt jelent. Ami persze jó, de azért abban a szempontból meg elborzasztó, meg elszomorító, hogy ha a mérlegnek az egyik serpenyőjére tesszük azt, hogy én ebből hány millió forintot fogok kapni a végén, amikor majd csinálunk egy összegzést, és mennyi milliárdot jelentett az a kormánynak, hogy engem szétdarálta a karaktergyilkos kampányával, a választási kampányban, akkor nincs a kettő egyenes arányban. Tehát a mérleg nagyon elbillen ebbe az irányba, és ez azt üzeni a jövő számára, hogy megéri elkülöníteni a kis újságoknál egy kvázi ilyen karaktergyilkos alapot, amiből majd kifizetjük pár millió forintot, kifizetünk bírságot, és azt mondunk, amit csak akarunk. És utána 2 év múlva majd megkapod az igazságot, hogy nem is kaptam Simicskától Audit meg. Tehát ez, de nem kaptál? Nem. Pedig akkor körbefutott egy pár napig. Nem Audival jöttem. És ugye kit fog már az akkor érdekelni? Mert abban a kampányban, amikor te egy miniszterelnök jelölt vagy, akkor mindenkit érdekel, hogy most kaptál Audit vagy nem. 3 év múlva kit fog érdekelni, hogy vonagában milyen kocsia van? Rá se kattintanak a helyre. Persze, ezért sem, el se jut az emberekig. És ugye a Borkai Zsolt esetével, ami mindannyiunknak beleégett a retinájába, ugye az a videó, azzal viszonyolt egy picit a fagyi, mert hogy ott lényegében... Abban a videóban nem csak a fagyit nyalták, maradjunk annyiban. Nem csak fagyinyalásról volt szó. Igen, az beleégett. Lecsaptad ezt a magas labdát, földobtam, lecsaptad. Igen. Na mindegy, csak hogy ez, az egész azt üzeni, így egymás mellé téve ezeket a kis pereket, meg karaktergyilkos kampányokat, meg így a Borka jelenséget, hogy én úgy látom, hogy a 2022-es, vagy ki tudja mikor sorra kerülő választás, az egy ilyen trash pornó választás lesz. Most mindenki a politikai elitben tárazza be a másikról a trash-ebbnél trash-ebb anyagokat. De féltem, hogy neked is előkerül valami videón? Hát ettől nem félek, de meg nem is vagyok politikus már, ugye ilyen értelemben, nem is vagyok célkeresztben, de ugye a mai világban... De ezért szálltál ki. Lehet, hogy láttam, hogy úristen... Most megnyílnak ez a bizonyos kis Pandora szenencék, és lehet... De ezt erre akartam mondani, hogy nem kell ahhoz, hogy legyen videód ma már. Ugye nekem nem volt teriblekes videóm, mégis teribleknek lettem a babája ugye a kormány médiában. Halottról vagy jót, vagy semmit, ahogy tartja, de nem is így tartja a mondás, ugye, hanem halottról igazat, vagy semmit. Halottról igazat, vagy semmit. Hát ugye megboldogult Teriblek és Amanda állította rólad, hogy te részt vettél melegorgiákon. A kérdésem, vettél-e részt melegorgiákon? Létesítettél-e kapcsolatot férfiakkal? Vannak-e travi szeretőid esetleg? Mi igaz ebből és mi nem? Hát ebből semmi nem igaz. És az a baj vele, hogy hogyha igaz lett volna, akkor én vállaltam volna. Most lehet, hogy ez ilyen furcsán hangzik, de én arra mindig törekedtem, sőt, ez mindig egy ilyen alaptétel volt, hogy nem hagyom magam zsarolni. Nem fog előkerülni Vona Gáborról egy rózsaszín, boás, félmeztelen fotó, ahol éppen pezsgőt iszik egy transzvesztita tűsarkújából? Olyan biztos, hogy nem. Hát akkor... De azt a gondot még hagy varjam el, és egyébként, hogyha kiderült volna rólam, akkor mi van? Tehát, hogy én vállaltam volna. Tehát engem ebben nem az zavart, hogy én esetleg homoszexuális kapcsolataim voltak. Engem nem ez, hanem az zavart, hogy ez azt állít, hogy te egy élethazugságban élsz a feleségeddel, meg a gyermekeddel. De te pereskedtél is, ugye? Hát meg is nyertem a pert. Meg is nyerted a pert, de csak akkor közben az alperes elhunyt. Hát az egyik alperes elhunyt. Meg is őt pereltem, Amanda Erstakot, illetve bizonyos médiumokat. De akkor értem, tehát, hogy akkor most te bepereltél valakit azért, mert azt mondta rád, hogy te meleg vagy, de hát a melegség az nem olyan, mint hogy azt mondanám rád, hogy gyilkos vagy. Én azért pereltem, mert valótlan állított rólam, ami nem igaz. Tehát, hogy a hazugságot pereltem. Éppen ezért mondtam, hogy nem az a bajom, hogy azt mondták rólam, hogy meleg vagyok, ha az lettem volna, csak nem az voltam. És ezzel lényegében azt állították, hogy a te házasságod az egy hazugság. És nyilván az egy másik kérdés, és egyébként ilyen tömeglélektani vizsgálatot érdemelne, hogy miért ezzel támadtak engem. Tehát, hogy, és nem tudom ezt mondjuk, vagy nem biztosak az információm ez ügyben, de vannak olyan információm, hogy ezt bemérték. Tehát megmérték azt, hogy mi az, ami a legpusztítóbb egy jobboldali pártelnök esetében a magyar társadalom tehát, szemében. Hogy azért, hogyha azt mondanak, hogy mivel vádoljuk meg Vonát, fél család a zsidó volt, az oké, az működött, volt már zsidó, legyen buzi. Oké, világos, csak akkor én azt mondom, hogy ezt vizsgáljuk egy társadalomlélektani szempontból, hogy a magyar társadalom számára ezek szerint az elfogadható, hogyha én loptam, vagy hazudtam, vagy gyilkoltam, vagy nem tudom micsoda, Csak buzi ne legyek. Tehát ez volt. És egyébként a lélektanát valahol látom is, mert ugye a Jobbik szavazói azért alapvetően férfi, középosztálybeli emberek voltak, és hogyha bemész a presszóba, ha azt mondják, hogy na hallom, az elnököd az már lopott, meg nem tudom, megcsalta a feleségét, meg ilyen kocsival, meg olyan háza, akkor azt mondja, na és mi közöd van hozzá? Tehát akkor az még úgy, persze, még úgy macsol manosos, de ha bemész a presszóba, és azt mondják, hogy hallom, hogy elnököd buzi, akkor azt mondja erre, hogy az nem az én elnököm, az biztos. Ugye? Tehát, hogy ennél nagyobb szégyen nem érhet téged egy presszóba, hogy az elnöködről kiderül, hogy buzi. Úgyhogy valószínűleg ez lehetett az a... És mennyire fura egyébként, hogy itt kb. Föl is hívtuk egy olyan társadalmi problémára a figyelmet, hogy Magyarországon inkább lopjon valaki, mint hogy a saját neméhez vonzódjon. Tehát, hogy jelenleg ott tartunk, de azért mondjuk volt olyan időszak, amikor te is hasonlóképpen gondolkodtál, nem? Tehát, hogy... Hogyha így gondolkodtam, olyan soha nem volt. Az nem más, az lopással, hanem... Nem, én most értem, hogy mire gondolsz homoszexualitásra. Nekem azzal van bajom, a homoszexualitás, és azzal volt bajom, és azzal bizonyosan még ma is van bajom, amikor a homoszexualitás politikai eszközé válik. Én ezt tartom ennek. De bocsánat, ti is használtátok a melegeket abszolút politikai célokra, és nem mondhatod azt, hogy nem, hiszen míg az egyik oldal azt mondja, hogy igen, és segítsük, és emeljük fel őket, és engedjük, és házasodjanak, és gyerek akármit, ti meg pont az ellenkezőjét, és az, tehát ti is... De ez egy legitim politikai vita. Szerintem az nem legitim, amikor ez a teljesen partalan anyázás megy pro és kontra. Tehát, hogy például csak, hogy mondjam el a saját felelősségemet. Amikor a Jobbik elnöke voltam, akkor a Jobbik, vagy bizonyos jobbikosok rendszeresen kimentek megzavarni a menetet. Nem mondtam azt pártelnökként, hogy meg van tiltva. Tehát jobbikosként nem mehettek oda. Hanem azt mondtam, hogy félrenézek addig, ezt majd lejátsszák valahogy. Ez az én felelősségem. Bánod egyébként, hogy mondjuk ebben nem foglaltál? Van olyan dolog, amit másképp csinálnál? Hát nagyon sok dolog van, de ez azért ez egy jó kérdés nyilván mindig, de hogy azért mégsem annyira jó, mert hogy akkor az voltam aki. Tehát akkor nem tudok, most már a mostani fejemmel tudok csak gondolkodni. Az a Vona Gábor, a régi Vona Gábor, az például Karamellnek szurkolt. Meg Gáspár Lacinak. Csak hogy ilyen mondjak ilyen kis érdekes bombonokat így a bulvár részéhez is. Tehát én például nem tudom elfelejteni azt, amikor Gáspár Laci a Homok a szélben elénekelte a TV2 megasztárjában. Tehát azt szerintem, vagy amikor Karamell elénekelte a Jégből vagyok ott. Tehát és nyilván ott ültem odahaza, és tudtam, hogy én vagyok a szélsőjobboldali Jobbik pártelnöke, de nem okozott ez nekem. Próbáltál küzdeni ellen? Nem, szurkolhatsz egy cigánynak. Pont az, hogy azt éreztem, hogy basszus, mennyire jó. És a Karamellre meg ráadásul azért a Karamellben emberileg is láttam valami olyan, látok mind a mai napig is, látok valami olyat az ő aurájában, ami szerintem nagyon erős. Jó, nyilván nem ezzel kezdtem a Jobbik nagy gyűlésén a beszédeimet, hogy nem. Köszöntelek benneteket, barátaim, nem tudom, láttátok-e Karamellnek az új videóját, tehát hogy nem volt az az állapot, hogy én ezt fölvállaljam, de most már mi történhet. Úgyhogy biztos, hogy nagyon sok dolgot másképp csinálnék, nagyon sok olyan dolog van, amit szégyelek, vagy cikinek tartok már egy utólag, meg ami miatt fogom a fejemet, hogy úristen, ez ennyire kellemetlen, de ez van, az megtörtént, az is én voltam, és most meg ez vagyok. És lehet, hogy 5 év múlva meg... Egy gombamással eltüntethetnéd, tudod, mint a Men in Black-be, akkor megcsinálnád? Hát, nyilván csábító lenne sok esetben, hogy ezt a gombot megnyomjam. És az emberek ne emlékezzenek arra, hogy Vona Gábor ezt mondta. Nagyon csábító, és mondjuk egy igazi rohadság lenne, hogy ki lenne ott rakva mondjuk az ágyam mellé ez a gomb, tehát így bármikor 24 órában meg tudnám nyomni, és akkor... De így most, hogy nincs ez a gomb, és ez csak hipotetikus, így most azt mondom, hogy jó az, hogy így volt. Akiket megbántottam, vagy megsértettem, azoktól én többször elnézést kértem, meg erre bármikor hajlandó vagyok. Voltak szép számmal. Igen, meg voltak, akik engem is megbántottak szép számmal, és én nem várom el, hogy bocsánatot kérjenek, mert én úgy érzem, hogy ez mind hozzám tett, mind... Igen, de tudod, egy pártvezetőt megbántani, tudod ezzel? De nem, most nem csak arról beszélek, hogy pártvezetőt, hanem és pont ez a törzsi gondolkodás része. Tehát, hogy amikor te azt láttad Vona Gáboron, hogy ő dühös, akkor ő azért volt dühös, mert megbántva érezte magát. Mert úgy érezte, hogy a számára szent dolgok, vagy fontos dolgok, azok meg lettek taposva valakik által. És utána ezért elment, és ő is megtaposott más által szentnek tartott dolgokat. Mi a véleményed a Pride-ról? Elképzelhető, hogy Vona Gábort egyszer a Pride-on látjuk? Nem. Nem? Nem. Nekem úgy értem, hogy nincs ott keresni valóm. Nem vagyok a Pride ellen, hogyha valakiknek ez fontos, akkor azt gondolom, hogy mindenkinek a véleménynyilvánítási vagy gyülekezési szabadságát én tiszteletben tartom, de pártelnökként nem ezt gondoltad, nem? De pártelnökként nem. Nem biztos, hogy... Nem is pártelnökként, a korábbi időszakomban úgy gondoltam, hogy nem lenne szükség Pride-ra. Mert hogy azt érzem a Pride-on egy picit, hogy, és tudom, hogy erre mindig az a válasz, hogy azért kis sarkítás, hogy ott a Pride az egy provokáció. Az én számomra, a konzervatív, heteroszexuális ember számára, az én törzsemben ez így lett tálalva, vagy így van tálalva. És erre nekem sokan mondták azt, akik voltak Pride-on, hogy persze mindig van pár hülye, meg mindig van pár idióta, meg mindig Abszolút. Van pár olyan, és hogy ez egyébként meg nem az, aminek én látom. Az van, hogy nagyon sokáig én is azt gondoltam egyébként, hogy a Pride többet árt, mint használ. És aztán elmentem az első Pride-omra. Az az eszme, ami ott van, és azt látni, hogy az az út, az a pár kilométer, amin végigmész, ott nincs probléma, ott nem gondolsz arra, örülök neki, hogy így van, csak hogy szerintem, és ez tök jó, hogyha így van, csak hogy én azt szeretném kérni, hogy attól még, hogy én nem megyek ki, ne legyek beletéve homofób skatujába, érted? Tehát, hogy azt is elfogadom, hogy vannak emberek, akik olyan jogokat szeretnének, amik jelen pillanatban a homoszexuális pároknak nincsenek meg, még hogyha nem is értek adott esetben ezzel egyet, de elfogadom, hogy ez egy legitim dolog, és hogy ez lehet egy... A Pride 90%-a nem azért van ám kint, hogy én majd örökbe fogadhassak, vagy hogy elvehessem a vőlegényemet. Nem, a Pride-nak a nagy részében bulizni vannak kint okay, az emberek, amit tök okay, jó, de ezzel legalább fölhívjuk de hogy mondjam, tehát vannak olyan felvonulások, meg parádék, meg ilyen nagy bulik, amik nem homoszexuálisok szerveznek, hanem heteroszexuálisok, vagy úgy bárkinek. Azokra se járok. Tehát, hogy én alapvetően nem vagyok ez az ilyen bulizós típus. Ugye én nem tudok annyira részeg lenni, hogy ne lássam magamat kívülről egy picit, hogy ne veszítsem el a... És azt... Többet kell inni. Oké, meg is próbáltam párszor, aztán az meg után nagyon nem volt jó másnak, ugye? Velem van a baj, lehet, hogy de ezt vállalom, tehát túl introvertált vagyok, és de például mondok egy példát, én például a lagzikba se érzem jól magam. Tudom, hogy ez most egy ilyen nagyon, nem vagyok savanyú alak, én tökre szeretek a barátaimmal beszélgetni, kirándulni, ökörködni, akik ismernek, azok azt is gondolják, vagy azt is vallják, hogy én egy több vicces pali vagyok. De például a lagziban nem érzem jól magam. És amikor elkezdődik a vonatozás, rosszul vagyok. És minden olyantól, amin érzek egy pici mesterkértséget, meg ilyen... Ott a szekunder szégyen az abszolút minden. Ugye? Tehát, hogy minden egyes vonatozás, de én beállok. Én is beállok, az a baj, csak hogy közben én látom magam kívülről, ahogy, és azt érzem, hogy te atya úristen, hogy annyira kellemetlen ez az egész. Az szokott lenni az a lélektani határ, amikor már vonatoznak az emberek, hogy figyelj, itt most már tényleg minden mindegy, pontosan tudjuk, hogy reggelre valaki bele fog hányni a töltött káposztás fazékba, mert... Igen. Én ebben hiperérzékeny vagyok az ilyen jellegű jelenségekre, tehát hogy ez így... Említetted azt, hogy van olyan dolog, amit a homoszexualitással kapcsolatban nem értesz egyet? Én a gyerekvállalással nem értek egyet. Tehát, hogy az én liberalizmusom az addig már nem terjed. Elfogadom azt az érvelést, amikor azt mondják egy gyermek számára egy egymást szerető, tisztelő, homoszexuális pár, mint szülő, és az általuk nyújtott családi környezet, az sokkal hasznosabb lehet, mint mondjuk egy alkoholista fater, aki minden egyes nap szanaszétveri a feleségét. Tehát ebbe van logika, de ettől függetlenül, és még tudod mi az igazság? Még érvet se tudok konkrétan mondani. Ez egyszerűen egy ilyen értékrendbeli gát bennem. Uh-huh. Tehát, hogy nekem eddig terjed úgymond a toleranciám. De valahogy ezt a lépést még én nem tettem meg lélekbe. Lehet, hogy meg egyszer megfogom. És a házasság, melegházasság? Ott egy picit megengedőbb vagyok. Ott úgy érzem... Nagyon köszönjük. De nem az én kegyemtől függ ez. Hála Istennek, hogy nem úgy érzem... Nem, de hát amikor politikában... érzed a kérdés relevanciáját van a Gábor esetében. Hogy... Persze érzem. Csak hogy az a kérdés még sokkal relevánsabb annak a Vona Gábornak, aki volt valamikor. Annak a Vona Gábornak lett volna ez releváns. Elképzelhető mondjuk, hogy Vona Gábor ott lesz a lagzimon? Hogy látod? Hát nézd, hogyha meghívsz, akkor udvariatlanság lenne nemet mondani, de... Csak azért, mert nem akarsz udvariatlan lenni, azért ne gyere el. Vonatozni se akarsz? Látod, ezt akartam mondani, nem vagy bulis. Van egy alibim azért, hogy nem vagyok egy kellemes, vagy egy jó... Nem én fogom feldobni a bulidat, de... ne gondolja senki rosszra, tehát a meleg esküvőn sem jelent más a vonatozás, mint bármelyik más esküvőn. Tehát, hogy igen, de hogy értem. És végezetül, hogy állsz a muszlimmal? Muszlim vallással? Nézd, minden valláson tisztelek. Szerintem a vallás az emberi kultúrának a legcsodálatosabb teremtménye vagy alkotása. Megmaradtál kereszténynek, és napi 5-szer nem hajolgatsz meg a felét. Megmaradtam kereszténynek, de azt is hozzá kell tennem, hogy azért nem vagyok egy gyakorló keresztény. Hogy amikor ki szokták írni a párkapcsolathoz, szokták írni, hogy bonyolult kapcsolatban. Na, én a Jóistennel vagyok egy picit ilyen bonyolult kapcsolatban, hogy így nem tudom sokszor eldönteni, hogy ő kicsoda, hogy néz ki, van, de nem biztos, hogy egy szakállas bácsi, aki a Mennyországban az idők végezeteig csinálja majd nekünk a vonatozást. Igen. Én sem gondolom egyébként, hogy de most itt dramatizáltam, csak tudom, hogy nem, értem. Ha nem is egy médiatörténeti pillanat, de minden esetre egy nagyon fura dolog az, hogy te most itt beszélgetsz velem. Nyilván fura lett volna 2018 előtt ugyanez, vagy 2013 előtt ugyanez, de hát én még akkor kisgyerek voltam, és egészen mással foglalatoskodtam, mint most. De minden esetre köszönöm, hogy eljöttél, és válaszoltál ezekre a kérdésekre. Nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek, és hát nincs más dolgotok, mint feliratkozni erre a csatornára, és nem csak erre a csatornára, hanem nézzetek át a Gábor csatornájára is, mert szerintem fogtok találni olyan tartalmat, ami tetszik nektek. Instagram, az nagyon fontos, tudjátok, felmegy a benzinára, nem eszünk, nem iszunk, ha Instagramon nem követsz. Van Instagramod? Természetesen. Hát ne vicceljátok. Instagramon... TikTokom is van, de még nincs rajta tartalom. Csinálunk egy TikTok tartalmat. Nem tudom, hogy van-e olyan tartalom, vagy olyan műfaj, ahol én ott meg tudok jelenni, de regisztráltam, mert látom, hogy azért nagyon fut. Igen, a TikTok az működik. Na jó, hát akkor tulajdonképpen mindenhol megtaláltok mindent, és kövessetek, tudod, mert ha nem követsz, akkor egy nagyon híres influencernek meghal a kisnyuna, úgyhogy ezt mindenképpen kell. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!